Köszöntöm kedves nézőinket, Alexandra Manéja vagyok. Önök a Tolnatáj Televízió Székely magazinját látják. Tartsanak velünk! Húsvéti vigília szertartás és kókonya szentelés. Húsvétoló hőgyészen zenés táncos rendezvényt tartottak. Polgármester és falugondnok, bemutatjuk László Attilát. Nagyszombaton Jézus feltámadásának ünnepe alkalmából húsvéti vigília szertartás volt Kismányokon. A magyarok nagyasszonya templomban a vigília szertartással és körmenettel kezdték meg Kismányokon a katolikus egyház legfontosabb ünnepét. Húsvétkor ünnepeljük Jézus Krisztusnak a feltámadását, ez a kereszténységnek a legnagyobb ünnepe, amellyel egy időben véget is ér a nagybőjt. Évek óta mi bukovinai székelyek nem csak a saját településünkön, hanem így a nagyszombati nagymise után, illetve a körmenet után itt Kismányokon is összegyűlünk, és megszenteltetjük a húsvéti ételeket. Öröm számomra az, hogy nem csak innen Kismányokról, hanem környező településekről is eljöttek a bukovinai székely köröknek a képviselői, azok az emberek, akik fontosnak tartják azt, hogy a húsvéti szokások mellett, a kereszténység megtartása mellett a régi hagyományaikat is tartsuk meg. A kismányoki székely porta udvarán kókonya szentelés következett. A régi bukovinai és keresztény szokások szerint a megszentelt étel legapróbb morzsái sem kerültek veszendőbe. Gyerekek voltunk, emlékszem, hogy a morzsákat össze kellett szedegetni, tehát nem volt, hogy elpocsékolni. És hát amit meg már ugye nem tudtunk, azt természetesen összesöpörték, és a baromfinak, tehát azoknak adták oda, hogy azok erősödjenek, jó sokat toljanak utána tojást. Tehát ez egyfajta tényleg megszentelt étel volt, és hát most ugye nálunk például mindegy gyerekkorom óta ugye a font kalács, meg a töltött káposzta, ugye hát az ünnepi ebéd, de ott kint Bukovinában akkor viszont tehát azokat az ételeket fogyasztották, amit ugye megszenteltek, elhozták megszentelni, kokonya szentelésnek nevezzük ugye, és így azt fogyasztották. Húsvéti időszakban is igaz, hogy ahány ház annyi szokás, illetve minden tájegységnek, népcsoportnak megvannak az ilyenkor megszokott hagyományaik. A tojásokat ugye Bukovinában előszeretettel írták, és ez ragaszkodtak, tehát nem is engedtek másfajta hasonló dolgok, hiszen ugye Erdélyben voltak, de mindenképpen ragaszkodtak ehhez a fajta íráshoz. Úgyhogy hát hála jó Istennek még vannak, akik csinálják, és ugye hát mit ábrázoltak általában, ugye a mindennapi azokat a szerszámokat, amit használták, azt a gerebjét, ugye ásókapa, meg hát persze voltak szívecskék, meg tértkalácsos, meg különböző motivumok, amiknek volt is értelme, és hát a piros ugye az egyértelműen Jézus vérét szimbolizálta, tehát a tojás ugye az a tulajdonképpen a szaporodás, az újraéledés, tehát ez egy szimbolikus ugyan, de örültek a gyerekek, amikor elmentek. Talán locsolás nem is volt annyira, inkább ajándékot így kaptak, de a locsolás az állt, nem volt jellemző ott. De ugyanakkor, hogy már gyerekeket említem, de viszont volt például ott, hogy Cibere Vajda konckirály, mikor kezdődött a bőjt, ugye akkor összeverekedtek, megharcoltak, és ugye konckirály lelett, ugye ő a zsíros ételek, meg egyebeknek a szimbolikus megjelenítője, ugye azt legyőzte a Cibere Vajda. Cibere az egy ilyen bőti étel volt. Na most ilyenkor, húsvét ugye most eltelt a bőti időszak, akkor megint megharcoltak, és hát akkor most viszont ugye Cibere, illetve konckirály lett a győztes, és így akkor most már lehet duskálni az ételben, lehet a zsíros ételeket fogyasztani. Tehát ilyen hasonló mondák, vagy ilyen gyerekeket, mert ugye el tudták bolondítani minket is itt, ugye még abban az időben szüleink. Ugyanúgy ugye például itt föl van állítva a cserkabala, a lábhinta, ez is csak húsvétkor volt felállítva egy hétig, csak utána pakolták el, és kész volt a játék, úgyhogy nem volt utána már ilyen játékban részünk.
De ez mindig a húsvétnek az örömét adta. Most kaptam ezt a sógornőmtől, kaptam, de anyukám is például nagyon sokat, és ő nagyon szerette is csinálni. Itt van még, hála Istennek még él. Úgyhogy így azért átöröklődött ezek az értékek. A bukovinai székelyek országos szövetségének elnöke elmondta, hogy mennyire fontos a hagyományaikat megélni és továbbadni. Ez a délután és este is erről szólt itt Kismányokon, ahová a környező településekről is sokan érkeztek. A Hőgyészi Székely Kör minden évben Húsvét vasárnap megtartja Húsvétoló című rendezvényét. Az esemény a Művelődési Házban zajlott, ahol Potápi Árpád János államtitkár, a térség országgyűlési képviselője is köszöntőt mondott. Herceg Gábor, az esti fellépő tánccsoport vezetője ismertette, milyen műsorral készültek. A Hőgyészi Székely Kör minden évben Húsvét vasárnap tartja a Húsvétoló című rendezvényét, ahol a helyi tánccsoportok, a Bokréta, ez a nagy együttes és a Kis Bokréta néptánccsoport mutatja be azt a tudását, amit a szeptembertől idáig tartó időszakban összeszedett, ugyanis ilyenkor már kezdődnek a fellépési időszakok, a turné időszak, úgyhogy abban a fél évben, szeptembertől márciusig van lehetőségünk arra, hogy tanuljunk új anyagokat, illetve a régit egy kicsit finomítsuk. Úgyhogy ez a lehetőség adott ezen a rendezvényen a gyerekeknek, és természetesen a műsoros estet követően egy jó ízű bál kerekedik, ahol pedig szórakozhatnak a meghívott vendégek is. A táncosok sokat próbálnak a húsvéti rendezvény előtt. Alapesetben hetente egyszer van próbája a kisbokrétásoknak és a nagy együttesnek is. Ez egy 2-3 órás időszakot fed le külön-külön. De amikor már zsúfolódik az idő és már közeledik a rendezvény, akkor van, hogy hetente kettőször is próbálni szükséges. 26 éve alakult meg a Hőgyészi Székely Kör, az együttes azóta létezik. Kisebb-nagyobb átalakulásokkal. Jönnek, mennek a táncosok, a kicsik felnőnek, a lányokból asszony lesz, megszülnek, elmennek egy időszakra, majd visszajönnek táncolni, aztán hozzák magukkal már a gyerkőceiket, úgyhogy most nem panaszkodunk, mert körülbelül 70 táncossal dolgozik a Székely Kör, ami szerintem egy ilyen kis településen hatalmas eredmény. A társaság országos hatásörű egyesületként van nyilvántartva. Tagja vagyunk a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének és a Muharai Elemér Népművészeti Szövetségnek is, ami azt jelenti, hogy azért az országos rendezvényeken mindig meghívást kapunk, többszörösen kiemelt minősítéssel rendelkezik a táncsoportunk, úgyhogy ez is lehetőséget teremt arra, hogy mindenféle nagyobb városban, országos rendezvényen is bemutatkozhassunk, és természetesen, ha van lehetőség, mint idén nyáron is lesz, akkor pedig nemzetközi színre is kivonulunk. Számos élménnyel és tapasztalattal gazdagodnak a közösség tagjai. 4-5 éve járok erre a táncra, a hugommal szeretek ide járni, jó a közösség, próbák is szuperek, hát a Gábor az mindig ilyen viccesebbre csinálja a táncot, élvezetes is, meg amiket csinál például a ilyen nyári tábor, vagy ilyen fellépés, ott is ilyen kicsit viccesebben próbálja felvidítani minket, a kicsiket, meg ahogy a nagyokat is akarja. Az eseménnyel igyekeznek a régmúltat, a szokásokat visszahozni, mondta Potápi Árpád János államtitkár, a térség országgyűlési képviselője. Jó látni azt, hogy itt is egy olyan közösség él Hőgyészen, székelyek és nem székelyek egyaránt, akik fontosnak tartják a hagyomány ápolást. Örülünk annak, hogy tavaly egy új székelyházat tudtunk avatni, ez is bizonyítja azt, hogy élő közösségről van szó, és ahogy körülnézünk, meg a műsorban is fogjuk látni, a fiatalokat és a gyerekeket is bevonják, és minden egyes közösségnek akkor van jövője, hogyha a gyerekek is vannak. A sokszínű műsor és köszöntő után egy jó hangulatú bállal zárták Hőgyészen az estét. Závod társadalmi megbízatású polgármestere és egyben falu gondnoka. Székely származása okán nagy hangsúlyt fektet a hagyományok ápolására. Ismerjük meg László Attilát emberközelből. Egy gazdálkodó, nagyon szorgalmas és becsületes család második fia gyermekeként. És hát ez a gazdálkodási vonal, ez végig is kíséri igazság szerint a gyerekkoromat.
állattartással, növénytermesztéssel foglalkoztak a szüleim abban az időben, illetve sok minden egyéb olyan dologgal, ami kicsit a közt is szolgálta. Általános iskolába Tevere jártam, a Tevere általános iskolába tanultam, és onnan pedig a Szekszárdon végeztem karosszéri alakatos szakmát, 505-ös kari iskolába. Onnan pedig Lengyelre kerültem, ott érettségiztem lengyelen, illetve ott szereztem mezőgazdasági környezetvédelmi technikumú képesítést. És én azt gondoltam, hogy az iskola itt be is fejeződött számomra, hiszen el is kezdtem dolgozni előbb a szakmába. Aztán úgy hozta a sors, hogy az autóiparból kikerültem Ausztriába. Ausztriába újra iskolapadba ültem. Egy fél éves időtartam alatt szereztem középfokú német nyelvvizsgát, és onnan pedig hazakerültem 2005-ben. Településen akkor hirdettek egy állást falugarnoki szolgálat beindítására, és én ezt az állást megpályáztam. Ott egy kicsit már a honvágy, a hazaszeretet azért hazahúzott, attól függetlenül, hogy nagyon jó helyen éltem, de visszavágytam természetesen a szülőfaluba. Ugye szoros a kapcsolat a településsel, már gyerekkorban is, hiszen túl azon, hogy a termőföldnek a szeretete az állattartásban való aktív munkavégzés, egyrészt helyben való tevékenységre szólított, azon túl édesanyám például a katolikus templomban a sekrestyési feladatokat is ellátta a munkája mellett, és nekünk a hétvégénk általában arról szólt, hogy mentünk templomot takarítani, templomot díszíteni, vasárnap pedig a szentmisére. De mondhatnám azt is, hogy amíg a majálison a kortársaim kikapcsolódtak, vagy a bucsukor ünnepeltek, addig nekünk nyilván az állatok gondozása, a takarmány elkészítése volt a feladatunk is. Mi így ebben nevelkedtünk, ami egy nagyon jó alap. Én azt gondolom arra, hogy az ember meg tudjon állni a saját lábán, és felnőttként tudjon akár fizikailag is előrébb jutni fizikai munkával, hiszen mindig azt tanultuk otthon, hogy becsületes munkával tud az ember boldogulni és helyt állni. A falugondokot mindig a saját település szájízére kell beállítani, vagy a munkáját úgymond kitalálni. Akkor, abban az időben a településen a közbiztonság javítása az egy nagyon nagy feladat volt, illetve megteremtése, ott azért heti szinten történtek bűncselekmények. Ha idegen autót látnak, akkor rendszámot felírnak, azt ugye nyilván akkor jelzik nekem, és ez a mai napig meg is maradt. Tehát településre betéved egy olyan tevékenységet folytat, amit egyébként závodon nem lehet, ugye nem adunk erre engedélyt, hogy házaló tevékenységet folytasson bárki, akkor gyakorlatilag az illető, aki bekerül településre, az két percen belül én arról már tudok, és akkor ott nyilván egyrészt egy határozott fellépéssel és meggyőzéssel leszoktuk ezt zárni, ezt az esetet, de természetesen minden évben van arra példa, amikor hatósági segítséget kérek, amikor a szép szó nem használ, akkor a hatóság indítja a megfelelő eljárást ezekkel a személyekkel szemben, úgyhogy ez nagyon jól és szervezetten működik. Túl ezen, hogy ezeket a feladatokat láttuk a legfontosabbnak az indulási időszakban, közterület karbantartási, munkaszervezési feladatok párosultak még ehhez a tevékenységhez. Majd nyilván az alapképzés elvégzése után kikristályosodott az, hogy egy falugondoknak mik azok a feladatok, amikben mindenképpen részt kell vállalni. Ezek alapvetően szociális jellegű feladatok, tehát az időseknek a segítése olyan szempontból, hogy gyógyszerbeszerzés, szociális étkeztetésnek a biztosítása, szállítása, egészségügyi intézménybe történő szállítási feladatok, ezek az alapok. És akkor erre épül rá az, hogy ha van a településen oktatási intézmény, závodon van óvoda, az óvodai életnek a segítése, a gyerekeknek akár fejlesztése, történő szállítása, vagy kirándulások megszervezése. És akkor ezen túl
jönnek a civil szervezetek, a civil életbe való tevékenykedés, akár programszervezés. Nekem egy nagyon jó időszak volt az, amikor pályázati kiírásokban való aktív részvételként én azt mondhatom, hogy kitanultam a pályázati írásnak a fortéját abban az időszakban, amikor olyan időszak volt, hogy több pályázatot adott be az önkormányzat, annak én szerves része voltam. Aztán később már én írtam pályázatokat itt a 2014-15-ös években. Társadalmi megbízatási polgármester, ő nem főállásban végzi ezt a tevékenységet. Ennek megfelelően ugye a bérezése is egy jelképes összeg, és gyakorlatilag ő saját maga határozza meg azt, hogy most mennyi idejét tölti el a település fejlődésével kapcsolatban. Tehát én úgy indítom egyébként a napomat, hogy korai kelő vagyok, én 5 órakor már lent vagyok a hivatalba. Van egy falugonoki feladatrész, amit akkor megcsinálok. Megszervezem a napot, ami a napi teendők. De ugye azért jó, mert azért is hatékony polgármesterként, hiszen sok segítő van. Van egy nagyon jó testület, képviselőtestület, aki mindenki kiveszi a részét, a maga részét a feladatokból. Ugye jegyző van, van egy hivatali apparátus, akik gyakorlatilag az irodai munkát, az ügyes-bajos dolgot elvégzik. Elsősorban koordináló szerepe van egy polgármesternek, legalábbis az én esetemben e tekintetben. És akkor a nap nagy részét nyilván falugondnokként teszem, végzem a dolgot, viszem a betegeket, hozom a gyógyszert, hozom az ebédet, ezek napi feladatok, de természetesen minden olyan feladatot, ami segítségkérés érkezik, azt egy nap közben teljesítem, akár az óvodával kapcsolatban, akár az idősekkel. Ugye rendszerváltás, meg ott a privatizáció környékén a családnak összeadódik, akkor egy ilyen 15 hektáros területtel rendelkezik a család. Volt egy időszak, amikor ez bérbe volt adva, de nyilván a szemlélet, a családi szemlélet az mindig az volt, hiszen a gazdálkodás az az esetünkben évszázadokra vezethető vissza, hogy a földet meg kell művelni. Napi szinten 14-16 óra munka megvan, bőven, de sokszor éjszakában nyúlanak a feladatok. Hétvége is munkával telik, de olyan munkával, amit lehet, hogy más hobbinak nevezne. A család az abban a szerencsés helyzetben van, hogy aktív részesei. Én azt gondolom, hogy minden egyes szeletnek a tortából. Tehát ők, ha a közösségi életben kell részt vállalni, akkor ott segítenek, ott vesznek részt. A gyerekek is már a szereplésekkel ugye bekapcsolódnak ebbe a idézőjelben munkába, de a szülők, a feleségem is aktív részesei, hiszen hogyha vendéglátásról van szó, akkor ők is ebbe besegítenek. Így jó, így működik. Nyilván segítenek az otthoni házkörüli tevékenységbe, a mezőgazdaságba is. Sokszor együtt megyünk ki a földekre, és ott mindenki megtalálja magának való feladatot. Tehát van, amikor ugye a település elszólít a családtól, akkor nyilván nélkülözzük, utána jobban szeretjük egymást. Viszont azt gondolom, hogy maga a település egy kicsit a családom. Tehát egy kicsit úgy gondolok rájuk, mintha családom lenne. Ez lehet, hogy otthon rosszul hangzik, hogyha majd ezt hallják, de ez az igazság. Székely származásom az mindkét felmenő részéről adott, hiszen mind az anyai, mind pedig az apai vonalon 100%-ban jelen van. Az apai vonalon az 1700-as évekig visszavezettük már a családfát, illetve az anyai vonalon is most elkészült a családfa, és gyakorlatilag a mádéfalvi veszedelemig vissza vannak vezetve az ősök. A nagyszüleim sajnos nagy részük már nem él, bár az anyai nagymama, hál' Istennek, még velünk van. Ugye 1945. októberében, ha jól emlékszek, október 17-én indultak el azzal a holmi valamit el tudtak hozni magukkal, ugye egy szekéren. Az anyai nagymama akkor 9 éves volt, és ő tisztán emlékezett minden
minden ezzel kapcsolatos eseményre. Például egy személyes eseménye az volt, ezt mindig mesélte nekünk, hogy a menekülés második napján, ugye 9 éves kislányként elvesztette cipőjét. És mezitláb jött végig, ugye 15 napot gyalogoltak. Tehát mezitláb jött végig a menekülési útvonalon. Ugye településre kerültek, az anyai nagyszülő is nagyon sokat mesél, még a nagymama. Ők például egy olyan házba költöztek be, ahol még a német család bent lakott, és 2 hétig együtt laktak a német családdal. Ugye a 2 hét után a német család elkerült a településről. És hát ugye nehéz időszak, ugye a nélkülözésről, a nehézségről, a munka megtalálásáról, ugye ott azért nagyon sok történet van a tudatunkban. A hétköznapi életben elsősorban a gasztronómiában jelenik meg. A székely gasztronómia az jelen van. Például az nálunk természetes dolog, hogy pénteken nem eszünk húst, pénteken könnyebb ételeket fogyasztunk. Nagyon fontos a vallásnak a gyakorlása. Ugye bár 2 hetente van Szent Mise závodon, de igyekszünk oda azért eljutni. És az abból a szempontból is fontos, hogy nyilván a gyerekek is ezt a példát, ezt az identitást megkapják. Hát népviseletben annyira már nem tartjuk a hagyományt. Én azt gondolom, hogy a hétköznapi életben, amiben még megnyilvánul az, hogy a vérvonal honnan ered, az a maga beszéd. Hát azt remélem, hogy mindenki itt fog maradni, és nyilván azon is dolgozok, hogy ez így legyen, hogy legyen egy nagyon jó gyerekkoruk úgy, hogy meglássák azokat az értékeket a településen, ami majd azt fogja nekik mondani, hogy itt kell maradni, és itt kell boldogulni. Ugye ez lenne igazság szerint a cél, meg az álom. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Önök a Tolnatáj Televízió Székely magazinját látták. Viszontlátásra!